Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szerelmi jóslás, ahol megnézzük azt, mit tudsz annak érdekébe tenni, hogy ő nyitottabb legyen, hogy közeledjen hozzád, hogy kimutassa az érzelmeit. Mi vár rád a közeljövőben a szerelmi élet területén? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, a díjam 4000 forint. Ez a férfi mozgásba jön, hiszen ott ül a lovon, tehát közeledni fog, de lassan közeledik hozzád, mielőtt oda érkezne, először kezébe veszi még ezt az arany érmét. Ügyel az anyagiakra, odafigyel a munkára, vagy azt tekinti meg, hogy ki vagy mi értékes számára. Az lehet, hogy segít neked az anyagiak terén, vagy jelentheti ez az arany érem a föld elemét is, hogy egy álom megvalósul. Itt ki tudtok építeni valamit, például egy stabil párkapcsolatot, de ő nem sieti el a dolgokat. A kelyhek jelentik az érzelmeket. Ez a kártya mutatja a könnyek mezeit. Te is lezárod a múltat, elbúcsúzol fájdalmas emlékektől, nála ugyanígy van. Ő is eltávolodik a könnyek mezejétől. Itt a kelyhek az érzelmekre utalnak. Vannak érzelmek részéről, de fél attól, hogy újra csalódás éri, hogy újra visszatér a könnyek mezejébe, ezért ő még kicsit zárkózott. Ha te egy hölgy vagy, akkor ügyelj a saját érzelmeidre. Bízd meg abban, hogy ő jönni fog. Nem sieti el ugyan a dolgokat, de most ne zavart őt, ne írj neki, ne hívd fel, várj arra, amíg ő jelentkezik, és hamarosan lesz itt egy találkozás. És ez a találkozás kellemes. Itt látható egy ünnepség. Ez jó lenne számodra, ha tartanád a kapcsolatot, vagy ha van egy meghívás, akkor ott lennél. Lehet, hogy ezen az ünnepségen találkoztok. Foglald el a helyedet az életben, hiszen te vagy a királynő. A kezedben megjelenik az arany érem, és jelenti az értékeket. Persze az anyagiakat, a munkát, a hivatást is. Lehet, hogy ezen a területen is lesznek változások. De mint egy királynő jelensz meg, megkapod az elismerést. Amit ez a kép még mutat, hogy légy türelmes. Hiszen ő mozgásba jön, útban van hozzád. Ez eltarthat még egy kis ideig. De az a fontos, hogy tudd azt, hogy lesz egy találkozás. Itt ez a kártya jelenti az irányt, és feléd fog közeledni. A kártya itt utalhat külföldi kapcsolatokra vagy utazásokra. Ez lehet egy közös nyaralás tervezése. Ő jönni fog, útban van hozzád, átnyújtja számodra a kelyhet, kimutatja az érzelmeit. Az a fontos, hogy észrevedd
ezt, hogy megbíz benne, hogy tudd azt, hogy tényleg szeret, érzelmekkel közeledik hozzád. Akkor is, ha a múltban voltak könnyek, félreértések, korlátozások, vagy visszahúzódó volt, és türelmesen vártál rá, itt most van egy ünnepség, mozgás, utazás, és ki fogja mutatni az érzelmeid. De vedd ezt észre. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, és jelentkeznél a csatornámra, köszönöm szépen. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!